semmit, mert ő is leül Sándor Józsefhoz, ő a Benedek. Oda tartotta az alkot, de még a kezét is, hogy ne fogadom, mikor megfogja a bort a fohárba. Itt akott, 25-én gyümölcsoltó boldog asszony, hopp, baj van. Se Sándor, se József, se Benedek nem tudtak csinálni semmit. Ezek bent vannak a kocsmába, kapják a meteseprőt, szaladásnak a kocsmába. Elé, fülén, falkon, fején veri őket a seprővel, menjetek a határba, csináljatok valami tavaszban a nyárnál. Megszólal Benedek, szent asszonyom. Még most is esik a tűz március a határra, az eső. Ma mi van 5 nap? A április arka maradjon ma a zsarkba. De hát akkor is ki kiment, nem csináltak semmit, mert a Szent György napra úgysem folytatódott az eső, talán valamennyivel melegebb volt. De ma baj volt, mert csak nem tudták az arpót elvetni. Nem lehetett mondani, kérem szépen, hogy Szent József, kérem szépen, veti arpáját, pengeti nótáját. Nem pengette, ívott a kocsmába. Eljött Szent György nap, a pásztor ünnepelre, meghúzom magamat, mert az a pásztorok ünnepel. Eljött Szent György. Igen, a konda egész nyáron és egész télen kiárt, makra, csicsókákra, abirka meg mihán, fekete lett a föld, elment a hó, azonnal kiment, ha mindjárt csak a száraz fűre akkor is, mert nem volt semmi a padláson, se a szélőn, se a kazán. Majd eljött Szent György, elment kérem szépen a Csikós, a Szent Györgyhöz. Meleg lesz, majd megtudod. Ő nem hallgatott, a Szent György elment a juhászat. Pajtor, adj valami jó fiatal juhot, már megünnepeljük a Szent Györgyöt. Adj egy jó fiatal juhot a kondérba. Hagy legyen jó pörkölt vagy gulyás a pásztoroknak javára, mert mából el van készítve, paprika, hagyma, minden, csak azt hiányzik. No, ezt vigyétek el. Igen. Ekkor Szent György napkor hajt ki a ménes, és hajt ki a tehén pásztor a gulyás. Porta kandérba birka pörkölt. De ha itten, hirtelen kellett, hogy esett az eső, a ménes megfázott, és hirtelen kellett énekelni, hogy Lóra Csikós, Lóra, elszaladt a ménes, elszaladt a ménes, csak egyedül maradt. Tapany van a nyerges. Nem tehetek róla, mert be vagyok zárva, mert be vagyok zárva, helybeként van a bújtárom, számoljon el róla. Számolj, bújtár, számolj, a szilajcsikókról, a szilajcsikókról. Én majd elszámolok a nyerges lovamról. Ez baj volt, mert nem tudtak együtt szépen megenni a pörköltet, mert ázott a ménes, megrázta a hideg, elindult, hiszen pörköltettek. Csikós bojtornak a lóra ugran, és megtér visszatéríteni a ménest. De ha fordítva volt, hogy a bagibáró gulyásra elkezdte kérem énekelni azt, mikor legelt a gulyája, szóltak a kalempak, a csengők a nyakába.
Szépen legel a baroljúr gulyáját. De a kisasszony maga sétál utána. Még messzirőre kijárt a gulyásra, szívem gulyás terét lej a subádat. Én kisasszony leterítem a subámat, de attól szívek behajtják a gulyámat. Szívem Jancsi ne gondolja gulyádra, majd kiváltja édes anyám aranyat. Lányom, lányom, lányomnak sem mondálak, ha én téged a gulyásnak odaadlak. Anyám, anyám, édes anyám, tagadj meg, de a kicsi szívem a gulyásért hazad meg. Így, ahogy ezt elénekeltem, ilyen nyugodtan ehették meg a birkaporsgöltet, mert jó volt az idő, szépen legelt a gulyás. Eljött április után a május, fákmadarak napja, szerelmesek hónapja, orgona virágzás, madárdarok az erdőbe, zöld erdőbe, zöld bokroknál, szerelmesek. De ez a kurulja azért van előttem, hogy most is magasom, ehhez csak adom be a hangot magamnak, mert akkor van, hogy magasom kezdem, de ez, erre hangot. És ekkor már, hogyha ezek esett az eső, minden csepje, arany volt a határa, a buzára, a minden a veteményre, nőtt a fű, nyőlt minden, akkor szerelmesek bujkáltak egymás előtt telkéren szépen, hogy keressék meg egymást, és énekkel kell. Egy erdőben, sűrűben lakom én. A babám hangját nem hallom. Bár csak egy madár szót ide hallani, kitől a babámnak üzenni. Nem üzennék néki egyebe, valára hajtanám fejem. Vállára hajtanám bús fejemet, úgy végasztalnám a szívemet. Bejött a június, 8. medárt. Azt mondjuk, ha esik az eső, 40 nap esik. Azt hiszem, hogy önök tudják azt, hogy mit jelent ez a medárd 40 napos eső. Aki nem tudja, kérdezve megmondom, hogy mit jelent. Mindenki tudja. Akkor jó van, ha mindenki tudja, hogy aki nem tudja, hogy mit jelent ez a 40 napos eső, egy szóba megmondom, és akkor megyek tovább vele. Mindenki tudja, hogy mit jelent. Nem? A vízezőn 40 napos eső volt, akkor a Noé az arv, és ez a szentírás. Most oda nyújtam. És kérem szépen, ezt jelenti. Na most akkor, de mi jött meg 24-én? Szent Iván.
Szent Iván jött meg, amit még nagyon-nagyon sok helyen virasszák a Szent Ivánt, erdőszélekbe kimennek, este tüzet raknak, inni, enni visznek, és úgy várja a képért, hogy Szent Iván napja jöjjön be. Míg pásztorok nem adottunk akkor, aki igazi pásztor volt és törzs pásztor volt, az nem, az a nyájára vigyázott, és arra igyekszett, hogy igencsak egészséges legyen a nyája és a szaporulás. Mink is vettük be a zsákot titokban, ne lásson meg senki. Kimentünk az a lápa alá, ameddig virágzik és nem magzik, hanem össze-vissza hólyagocskák vannak a levelén, sok apró lepke van benne. Utána majd Szent Ivánkor, utána ez mind lepörgés, hatalmas, gyönyörű, szép, dús, zöld levelek kerülnek ki a fából, fáról és akár. Ezért megszedtük Szent Iván napján jó a zsákot, már a zsákba szedtünk, és megvártuk az első teli holdat, szóval holdtelt, holdtöltjét. Ekkor napfőkőt előtt megfüstöltük mink, a vemhés jogszavagjainkat, mindet, ebben a levéllel, hogy sok szaporulat legyen bő, és egészséges, mint az a levél. Rájuk olvastunk, és stb. Tovább. No majd bejött, miért 29-én? Péter Pál. No ennek van egy hatalmas nagy meséje, a Noé apánk, meg a Péter Pál, mikor meghívta, vagy ha lesz idő, még elmesélem, ebben jó kaszaktatós a mese, meg stb. No most akkor. A Péter Pál, Péter és Pál kimentek a határba, és rányúltak a buzára, megnézték, tele szem, egészséges, kifejlődve. Megszakította, fölhúzták a szalmát, megszakították a búzának a tövét, tovább ne kapjon nedvet, hanem érjen, te acélossal, erősre, hogy olyan rétes legyen belőle, hogyha újasszonyok vagy a lányok rétes csinálnak belőle, és az ajtó előtt van az asztor, kihúzhassák az udvarra, és a rétes el ne szakadjon. Mi jött ezután meg? Július. Hát igen, júliusban. Ez Jakab hava, Szent Jakabnak. Mit is csináltak itt már az aratók? Verték a kaszák, takarókot hajtottak a kaszákra, hogy minél kevesebb dolga sallósnak legyen utána. Hát valamit nem értenek, bocsánat, belőle, egész kérdezzék, úgy nagyon szívesen felelek rája. Mert a takaró, ha gyönyörűen takarta a buzát, kevesebb dolga volt a sallósnak, a kaszássa után. Akkor kérem, kívékbe kötötték, fékeresztbe rakták, 19 kíve ment egy fékeresztbe. És utána megvolt a bearatás. Voltak olyan bearatások és nóták. Annak idején, amikor még belavatkoztak a szülők, de bármi most is úgy volna, a nősülésbe, vagy a házasságba, vagy a férhez menésbe. Ottan legalábbis a pásztor lányokat vehettek el, a pásztor legények. A 5-6 holdas gazdák, ugyanilyen legények, ugyanilyen 5-6 holdszor nősülhettek, hogy a vagyonok egyben maradjanak, de szegény pásztoroknak mi volt vagyona? Konvenció, mint később fogják majd hallani szeptemberben a juhászatban. Konvenciók voltak, vagy darabszámok voltak. Ekkor volt úgy, hogy egy gazdag legény 5 holdföldje volt, és gazdag volt, sok pénze volt, de nem kapott aratót.
azt mondta néki az apja, ketten fogjuk learatni a búzát, több